Meleg szívvel köszöntök minden kedves Z plusz nézőt, rajongót, vagy azokat is, akik csak hallottak a Z pluszról. Üdvözlök mindenkit a Quimby egyik szentélyében, Balanyi Szilárd lakásában, Sziszi stúdióban, ahol a leendő lemezünknek a előmunkálatai folynak. Rögtön mellettem ő Gerdesics Ferenc, aki a társaság nagyszerű metronómja. Ő egyébként igen aktív részt vállal abban, hogy a számítógépnek betanítsuk azokat a számokat, amiket majd a következő lemezen hallhattok. Ő Willy Computer, így hívjuk őt, ő megjegyzi a számokat és lejátsza nekünk, ahányszor szeretnénk. Így nem kell hat embernek lennülnie kurva melegben a próbateremben. Valanyi Szilárd széles mosolyát már láthatjátok is. Ő a billentő fenomén, aki a hangszerelésből elég rendesen kiveszi szintén a részét. Van két billentyűje, sőt otthon van egy gépzongorája is. És nem, végül, de nem utolsó sorban hadd mutassam be Bacsa Gyulát, aki a komputer jeles szakértője, a Palermo Boogie Gang jeles zongoristája volt például, de rengeteg egyéb, hogy is van az a szó, ez az projektben szerepel, nálunk ő szaktekintélynek számít, kérem az ő tudását használjuk, rengeteg dolgot tud a komputerekről, főleg az zenei programokról, és most ezt jól kihasználjuk, kifizetjük majd a 20 000. eladott lemez után. Jó lesz, Gyuszi! Hát kérem, magamat nem is mutattam be, Varga Livius vagyok, és a többieket pedig azért nem tudom most itt helyben megmutatni nektek képen, mert ők otthon végzik. A falon. Igen, ott vannak fönn a falon egyébként, de ők otthon végzik szorgosan azt a munkát, ami a lemez kapcsán szükséges. Ők nem kötődnek ezekkel a munkákkal a komputer, ez úgy, mint László Ferenc basszusgitáros tökéletesítgeti a basszusgitár témákat. Ki az a László Ferenc basszusgitár? Ja, bocsánat, elbasztam. A Laci Feri az egy másik komám, na mindegy, szóval Mikuli Ferenc, annyi Feri van. Azt sem tudja, mindenki, hogy ki játszik a zenekarban, jelzem, azt sem tudja, hogy ki játszik a zenekarban. Mindenki Feri, így nem lehet. Varga Feri vagyok. És Mikuli Feri a basszusgitáros otthon tökéletesítgeti a basszus témákat, ha még egyáltalán azon lehet. A Szabó Tamás pedig... pedig egy másik haverom, de ő sincs benne a képben. Ám de Molnár Tamás! Na azért elmondom, Szabó Tamás egy harmonikás. Na mindegy. Szóval Molnár Tamás, ami dudásunk, szakszofonosunk pedig éppen nem. Dudás Tamás. Dudás Tamás a Molnár. Ővel most beszéltem telefonon, éppen gyakorol. Tehát szakszofonozik. A Tibi pedig... Én nem tudom, lehet, hogy még fel se kell. Áldásos a komputer szerep, amiről most fogok beszélni nektek, mert nem kell hat embernek lennülni, várakozni próbateremben és kipróbálni minden kis piszlicseri dolgot 3000-szer, és ahhoz pedig a, ugye a többieknek el kell játszani ugyanazt a részt mondjuk 40-szer. Ahhoz, amit a Livius mond, ahhoz előtte a próbateremben 3000-szer a kis piszlicseri dolgokat el kell próbálni, hogy ezt meg tudjuk itt csinálni, de ezt elfejtettem mondani. Igen, tehát abban a stádiumban jutottunk, amikor már az elengedhetetlen próbaterem részen túljutottunk, és most már a megírt dolgokat tovább csiszolgatjuk itt. Az a dolog nagy előnye, hogy úgy szól a dob, nem mindig ugyanúgy, ahogy a próbahelyen, ahogy már nagyon utálom, hanem mindig másképpen úgy, ahogy a legjobb az adott nótához. Ehhez kell kísérletezni, szarakodni. Mert például ebben a nagy dobban van egy ilyen hang, most rajta, amelyik egyik tévén sem fog hallatszani. Ez az a hang, ez még csak a nagy dob, ez nem basszus gitár. Na kérem, ilyet nem tudunk a stúdióban, ezért csináljuk ezt az egészet. Gondolkodtunk azon, hogy legyenek-e élő vonósok és élő fúvosok, na, ebből a fúvosok valószínű megvalósítható lesz. A vonósokkal viszont nagy gondban voltunk, mert az idő kellett volna kikottázni, szépen leülni velük, megtanítani nekik, és elég nehézkes is a felvétel a stúdióban, úgyhogy valószínűleg nem lesznek élő vonósok a lemezen, sajnos. Majd a következőn talán. Majd a szövegek egyébként ebből az egész progresszív dologból csinálnak egy ilyen elég jó aktualitást. Nem is tudom, hogy szövegekről mit is lehet mondani, vagy két mondatban? Hogy is van, az ember küzdelme a mindennapi kilátástalan életben. Nagyjából erről szól a legtöbb szöveg. Jó sok humorral persze, meg nem egy ilyen elkeseredettség van benne, hanem egy ilyen kicsit ilyen nevessünk azon, ami nagyon sok embernek nagyon fontos, de nem biztos, hogy erre kéne legfőképpen koncentrálni ahhoz, hogy
boldogan éljük meg ezeket a perceket, amiket pontosan nekünk. Ne vessünk azon, ami nagyon sok embernek nagyon fontos, de nem nekünk. Pontosan erről van szó a szövegekben, azt hiszem. 12 szám lesz a lemezen valószínűleg, de ez nem biztos. Abból nekem nagyjából olyan 8 nagyon kedves, a fennmaradó 4 is nagyon kedves, de nem annyira. Igazából az az embereken múlik, hogy melyik fog nekik tetszeni, mi igyekszünk, hogy minden szám tetszen nekik. Személy szerint az én kedvenc számom a Gamma Police című. Én kettőt bányáztam ki, mert tudtam, hogy egyezni fog a faszival az ízlésünk, meg a Szilárddal, és nekem is a Gamma Police. Egyébként ez egy munkacím. Mi írtuk ugyanígy. Ez egy munkacím. Az nekem is nagyon kedvencem, meg van a, hogy is hívjuk, táncikálós? Igen. Az egy igen dinamikus szám. Tehát onnantól kezdve, hogy elindul a végéig, nekem áll a szőr a hátamon, pedig elég rövid, meg elkezd hámlani a bőröm, meg ilyenek, mert így nagyon beindulok rá. Tehát az egy olyan szám, amit hogyha bármilyen helyen meghallok, akkor arra biztos, hogy beindulna a lábam. Nekem is a Gamma Police, aminek egyébként otthontalanság otthon a munkaszínen, ezt meg is tudom mutatni, melyik az a szám. Otthontalanság, ott van az. Az előbb egyébként ezt már megmutattuk érteni, és nagyjából készült. De legyen ennyi elég. Persze, fizessenek. Így van. Megint mi vagyunk a Quimby. A Szilárd Sziszi stúdióból átköltöztünk egy valóságosba, ez azt jelenti, hogy keresztül vittük a kiadón az anyagon. Valóságos felvételek történnek, már itt vagyunk a stúdióban, egy gyönyörű zöld övezetben, rengeteg pókkal. Ez ahhoz segít minket hozzá, hogy a természethez közelebb kerüljünk, és a természetes hangzások jobban kijöjjenek. A jelenlegi stádium pedig az, hogy a Tibor éppen befejezte a gitározásokat, és három rezes emberke pedig bent fújja a lelkét bele a mágnesszalag kis útvesztőibe. Hát itt kérem, a rezesek odabent fújják egyelőre az orrukat, aztán pedig a speciálisan görbített trombidáikat. Itt pedig már gurul is az egyik, azt hiszem, hogy a kezdő klipünknek a zenéje. Ez még egy nagyon nyers dolog, ezen még se effekt, semmilyen stúdió munkálat még nem készült, csak a rögzítés van folyamatban. Szóval van egy bő, hogy de fújtok, srácok, de bidom az rezeseket, Istenem, de jó. Szóval az van, hogy itt még zajongunk egy kicsit, mondjuk egy 4-5 napot, aztán egy fél hetet még énekelgetünk, aztán pedig megkeverjük az egészet, az egy hét, de ennyit nem kell várni, hogy találkozzunk, mert egyrészt vágott a nyak, tehát ezután közvetlenül be fogják vágni, másrészt pedig olyan aranyos ez a kiskutya itt. Szóval, ez az Z+ kiskutyája.